Sziasztok! A mai az egy nagyon izgi videó lesz. Nem csináltam még ilyet, de hasonlót már igen. Ugyanis ezúttal három különböző szempillaspirált fogok tesztelni 3 napon keresztül. Minden nap, reggel vagy délelőtt felteszek egy szempillaspirált, az rajtam lesz egész nap, és a nap végén pedig beszámolok nektek arról, hogy nekem hogyan vált be ez a szempillaspirált. Ezt a 3 szempillaspirált fogom tesztelni. Az egyik az a L'Oréal Paris Full Slash X-Fiber Extreme Resist vízálló szempillaspirál. A másik a The Balm Mad Lash szempillaspirál, és a harmadik az pedig a Rimmel Wonderfully Real szempillaspirál. Ezt a 2 úgy kaptam tesztelésre, ezt pedig én magam vásároltam. Na de akkor vágjunk is bele! Az első szempillaspirál, amit tesztelni fogok, az a L'Oréal Paris Full Slash X-Fiber Extreme Resist 2 lépéses vízálló szempillaspirál. Megmondom őszintén, hogy én nem igazán szeretem az ilyen 2 lépéses szempillaspirálokat, nekem valahogy túl macerás az egész, illetve vízálló szempillaspirálokat sem nagyon szoktam használni, viszont főleg így nyáron lehetnek olyan alkalmak, amikor mondjuk jól jöhet egy jó kis vízálló szempillaspirál. Na de akkor nézzük is, hogy hogy néz ki ez a szempillaspirál, milyen a keféje, mert hogy egyáltalán nem bontottam még ezt ki. Hagyományos keféje van, tehát nem gumisörtés. Egy relatíve keskeny és hosszúkás kefe, és egy nagyon picit homokóra formájú. Úgyhogy akkor ezt az első lépést most felviszem a szempilláimra. Ups! Egyelőre azt látom, hogy ez a spirál nagyon jól elkapja a szempillákat, és szépen széteríti őket. Ez most itt az első lépés a jobb szempilláimon. Így néznek ki a szempilláim az első lépés felvitele után. Megmutatom nektek minden szögből. Jöhet a második lépés, szintén hagyományos ilyen szőrkeféje van, hívelt kefe, és én látom rajta ezeket a kis szálakat, amik ugye elvileg azért felelnek, hogy meghosszabbítsák a pillákat. Egyértelműen látom a hosszabbító hatást. Elég brutál szempilláim lettek, az a helyzet. Így néz ki a jobb szempillám a második lépés felvitele után. Szerintem egyértelműen látszódik a különbség a jobb és a bal szempillám között. Egyébként a csomagolás nem írt arról semmit, hogy kell-e várni, illetve hogyha igen, akkor mennyit a 2 lépés felvitele között. Hát nekem azért eltelt valamennyi idő. Ez nagyon tetszik nekem. És íme így néznek ki a szempilláim a L'Oréal Paris Full Slash X-Fiber Extreme Resist vízálló szempillaspirál mindkét lépésének felvitele után. Az a helyzet, hogy nagyon tetszenek a szempilláim, dúsak, íveltek, hosszúak, nem tapasztotta őket össze a szempillaspirál. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyire lesz tartós az a szempillaspirál, és hogy mennyire vízálló. Ha ti is kíváncsiak vagytok rá, akkor mindenféleképpen tartsatok velem. Délután 1 óra van, és átmegyek Vincével a Mon Parkba, mert el kell intéznem néhány dolgot. Azt egyébként nem mondtam, hogy nagyjából reggel 9 körül kentem fel a szempillaspirált, és még most is gyönyörűen tartanak a szempilláim. Nagyon elégedett vagyok egyelőre ezzel a szempillaspirállal, nem masszatolódik, nem potyog, de ez a 2 réteg nem is nehezítette el a pilláimat, úgyhogy eddig nagyon-nagyon tetszik. Hazajöttünk a Mon Parkból, és tök random, de vettem ilyen cserpes, kajszibarackos habarjogurtot,
ami fogalmam sincs, hogy mit akar, de nagyon izgén hangzott, és igazából azért vettem meg, mert hogy nincsen benne cukor, hanem édesítőszerrel van édesítve. Este 9 óra múlt, úgyhogy eljött a napvégi becsekkolás ideje. Túl vagyok egy eléggé izzasztó tornán, konkrétan patakokban folyt az arcomon az izzadság, úgyhogy szerintem ez egy elég jó teszt volt ennek a vízálló szempillaspirálnak, mert ahogyan láthatjátok, egyáltalán nem kerődött el a szempillaspirálom, és gyönyörűek még most is a szempilláim. Szóval, hogy így teljesen el vagyok ájulva ettől a szempillaspiráltól, nagyon-nagyon meg vagyok elégedve, pedig volt egy-két aggodalom ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy ugye ez egy kétlépéses szempillaspirál, és attól tartottam, hogy a két lépés felvitele után nagyon kemények lesznek a szempilláim, meg hogy nagyon elnehezíti majd ez a sok festék a pilláimat, de szó nincs ilyesmiről. A másik pedig az, hogy ugye ez egy ilyen hosszabbító spirál, amin ilyen kis szálak vannak, amik ugye dúsítják és hosszabbítják a pillákat, és vannak olyan spirálok, amiknél ezek a kis szálak, amik ugye rákerülnek a festékkel a szempillákra, ezek így lepotyoghatnak esetleg napközben. Na most láthatjátok, hogy semmi nem potyogott le a szemem alá. Nagyon jó ez a szempillaspirál, nagyon meg vagyok elégedve, és mivel, ahogy mondtam, ez egy vízálló szempillaspirál, így kétfázisú sminklemosóval fogom lemosni. Azt hiszem, ennél többet nem tudok elmondani erről a L'Oréal Full/ X-Fiber Extreme Resist vízálló szempillaspirálról. Találkozzunk holnap, jön egy újabb szempillaspirál. Jó reggelt, új nap, új szempillaspirál. Ma a The Balm Medles szempillaspirált fogom tesztelni. Ezt már nagyon régen vásároltam, még hónapokkal ezelőtt, szerintem az őszi glamour napokon, hogyha jól emlékszem. A Müllerben lehet egyébként kapni The Balm termékeket, és én is ott vettem, ugye akkor volt rá Mülleres kupon. De hát betettem a fiókomba, és el is feledkeztem róla egészen néhány nappal ezelőttig, amikor is, hogyha jól emlékszem, akkor Rach Loves YouTube csatornáján láttam ezt a szempillaspirált, hogy ő használja, és hogy nagyon-nagyon szereti. És akkor eszembe jutott, hogy nekem is van itthon egy ilyen szempillaspirálom, és még nem próbáltam ki. Úgyhogy azt hiszem, ez most egy nagyon jó apropó lesz. Ezt sem nyitottam még ki, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok rá. Gumisört és keféje van, és ilyen banán alakú, tehát ívelt, picit talán hosszúkás. És úgy vannak a sörték, hogy van egy csík gumisörte, aztán szünet, aztán megint egy csík sörte, aztán megint szünet. Úgyhogy nagyon remélem, hogy nem fogja összetapasztani a szempilláimat. Most nincsen rajtam semmilyen smink, mert hogy így is kicsit meg vagyok csúszva, ugyanis 10 óra múlt, és mi már voltunk reggel Vincével gyógytornán. Ja, és egyébként Vince itt falatozgat éppen az asztalnál, szóval hogyha ilyen csámcsogást meg nyammogást hallotok, akkor az tőle jön. Nem rossz ez a spirál, az a helyzet. Nagyon jól elkapja ez is a pillákat. Már sikerült egyébként összekennem a szemhéjamat, azzal ne törődjetek. Szerencsére nem visz fel túl sok festéket. Nagyon szép szempillákat csinál, de én most azon gondolkodom, hogy felteszek belőle még egy réteggel. Ó, és most vettem észre, hogy a keféjének az elején, ezt nem tudom, hogy mennyire fogjátok látni, de itt a tetején is vannak egyébként ilyen nagyon pici tüskék. Ó, igen, ez két rétegben lesz az igazi. Így néz ki két rétegben ez a szempillaspirál. Hát szerintem gyönyörű pillákat csinált. Picit azért kellett vele trükköznöm, hogy ne csomósítsa össze, vagy ne tapassza össze a szempilláimat. Különösen ezen az oldalon úgy tűnik, hogy valamiért most ezen a felén kuszábbak a szempilláim, de egyébként tetszik a végeredmény, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez mennyire lesz tartós, és mennyire fogja bírni ezt a
nagyon füllet és párás meleget, ami ma van. Pont miután lekapcsoltam a kamerát, csöngetett a futár, és meghozta a H&M-es rendelésemet. Igazából a gyerekeknek rendeltem főként ilyen nyári ruhákat, meg egy-két melegebb holmit, illetve azt hiszem magamnak is rendeltem valami edzőtrikót. És nagyon remélem, hogy nem kell sok mindent visszaküldenem, mert szinte mindegyik H&M-es rendelésemben szokott lenni olyasmi, ami nem jó, de hát visszaküldöm, úgyhogy semmi gond. Délután 2 óra múlt, és egyelőre még szépen tart a szempilla spirálom, abszolút elégedett vagyok vele, viszont mindössze 4 órával ezelőtt kentem fel, és igazából eddig még semmi extrát nem csináltam, csak itthon voltam. Viszont most ki fogunk menni, mert mielőtt elmegyek Liliért a bölcsibe, szeretnék bemenni a Mon Parkba, ugyanis újra nyíltott a Reserved, sokkal szebb és nagyobb lett, mint volt, és vannak most már ott gyerekruhák is, úgyhogy mindenféleképpen körbe akarok nézni, meg lehet, hogy magamnak is nézek egy-két cuccot. Van, úgyhogy itt vagyok a napvégi becsekkolással. Talán halljátok, hogy totálisan be van dugulva az orrom, de ez nem akadályoz meg abban, hogy elmondjam így a napvégi véleményemet a The Balm medles szempillaspiráról. Ugye nagyjából 10 óra után festettem ki vele a szempilláimat, tehát ez a szempillaspirál is majdnem 12 órát volt rajtam. És hát az a helyzet, hogy teljesen rendben vannak még most is a szempilláim. Talán látjátok, hogy itt egy icipicit elkezdett már lepotyogni, ez igazából az elmúlt nagyjából 2 órában történhetett, viszont maszatolódni nem maszatolódott el, csak mondom, itt látszódik egy-két ilyen pötty, ami lepotyogott, de egyébként még most is nagyon szépek a szempilláim, tehát hogy nagyon-nagyon jól néznek ki, úgyhogy igazából ezzel a szempillaspirállal is abszolút meg vagyok elégedve. Ez hihetetlen, hogy 2 egymás utáni nap, 2 számomra teljesen új szempillaspirált próbálok ki, és mindkettő bejött. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy a 3. szempillaspirállal mi lesz a helyzet. Sziasztok! Elérkezett az utolsó szempillaspirál tesztelős nap. Az a helyzet, hogy elég késő van, mert hogy 1 óra lesz, de nem tudtam ma előbb elkezdeni a szempillaspirált. Szóval nem tudtam ma előbb elkezdeni a szempillaspirál tesztelést, ugyanis reggel elvittem Lilit a bölcsibe, utána pedig fogorvoshoz kellett mennem, aztán még elintéztem néhány dolgot, illetve bementem vásárolni a H&M-be. Úgyhogy reggel rohantam, szóval most 1 órakor fogom elkezdeni a szempillaspirál tesztelést, először még megmutatom nektek, hogy mit csináltam délelőtt, és utána pedig jöhet a 3. szempillaspirál. Íme a 3. szempillaspirál, amit tesztelni fogok, ez a Rimmel Wonderfully Real keratinos szempillaspirál. És most az a helyzet, hogy így elbizonytalanodtam, hogy lehet, hogy próbáltam már ezt a szempillaspirált, de biztos, hogy kibontani már kibontottam, és megnéztem a kefét korábban. Lehet, hogy ki is próbáltam. Ennek szilikonsörtés keféje van, eléggé hosszúkás, a vége fele picit elkeskenyedik. Oda kell figyelni rá, mert összetapasztja a pillákat. Hanem trükközgetünk vele egy kicsit, tehát így néz ki egy rétegben. Egyébként szép szempillákat csinál. Nem tudom, valami nekem hiányzik belőle, de nem tudom megmondani, hogy mi. Kifestem a
másik szempillámat is, és akkor meglátjuk. Érdekes, hogy most szerintem ezt a szememet sikerült szebben kifestenem szempillaspirállal, mint a másikat, ami ritka, mert általában mindig ezzel szoktam bénázni, de most valahogy szerintem ez szebb lett. És most azon gondolkodom, hogy felvigyek-e még egy réteget belőle, mert attól félek, hogy ha fölviszek egy második réteget is, az már tényleg össze fogja tapasztani. Viszont ez most így nekem egy picit kevés, mert egy nem rossz, nem rossz. Hát figyeljetek, én bevállalok egy második réteget is, aztán legfeljebb majd szidom magamat. Nem kellett volna, mert így már tényleg sok. Egy picit. Igen, ez már két rétegben sok, ez a szempillaspirál. Látjátok? Itt is összetapadt. Na, hát így néz ki ez a Rimmel Wonderfully Real szempillaspirál két rétegben. Az a helyzet, hogy egy rétegben nekem kevés, de két rétegben meg nem igazán szép, mert láthatjátok, hogy így már azért összetapasztotta a szempilláimat egy kicsit. Dús lett a végeredmény, meg azért úgy ívelt is egy kicsit talán, meg szerintem hosszabbította is a szempilláimat, de valahogy így két rétegben nekem ez már sok. Egy óra van, úgyhogy megpróbálom legalább este 10-ig fenthagyni ezt a szempillaspirált, hogy azért minél tovább tesztelhessem. Aztán meglátjuk, hogy hogy bírja majd. 2 óra van, úgyhogy elindulok Vincuval, mert szereznem kéne valami evédet, baromi éhes vagyok. És az van, hogy most már tetszenek a szempilláim, így, hogy egy kicsit eligazgattam őket, de pont ez a bajom, hogy ahhoz, hogy tetszen, el kellett őket igazgatnom. De így most nem rossz. Nem rossz. Ugye? Hát nem tudom, hova tenni ezt a szempillaspirált, ugyanis amikor felvittem a két réteget, akkor tökre azt éreztem, hogy nagyon sok festék van a szempilláimon, és tuti, hogy el fogja nehezíteni őket, és tuti, hogy meg fognak keményedni, de abszolút nem így van. Nagyon könnyűek a szempilláim, egyáltalán nem kemények, egyáltalán nem érzem azt, hogy sok festék lenne rajtuk, szóval fura ez a spirál, de kezdtem megszeretni. Ez lesz most az ebédem, ebben egy paleo tojáskrémes szendvics van, illetve vettem egy ilyen cukormentes üdítőt a DM-ben. Igazából a Vapiano-ban akartam kajálni, de olyan sokan voltak, hogy inkább nem mentem be. Este 9:30 van, úgyhogy itt vagyok a Rimmel szempillaspirál napvégi becsekkolásával. Így messziről szerintem nem néznek ki annyira rosszul a szempilláim, viszont hogyha közelebbről megnézzük, akkor láthatjátok, hogy ilyen kis fekete pöttyök vannak a szemem alatt. Vagyis hát rendesen potyogott le ebből a szempillaspirálból a szemem alá, és ezek nem most kerültek oda, hanem már legalább 3 órával ezelőtt is ott voltak. Ugye nagyjából egykor kentem fel ezt a szempillaspirált, és most 9:30 van. Sokkal kevesebb időt volt rajtam, mint a másik két szempillaspirál, és mégis rosszabbul teljesített. Úgyhogy én a 3 szempillaspirál közül ezt sorolnám a 3. helyre. Első-második hely tekintetében viszont nem tudom, hogy mi legyen. Azt hiszem, hogy a 3 közül a leginkább a L'Oréal szempillaspirállal voltam megelégedve. Szerintem ez szép szempillákat csinál, és ugye valóban vízálló, tényleg még egy nagyon izzasztó edzést is kibírt maszatolódás, illetve potyogás nélkül. Úgyhogy ennyi lett volna ez a mai videó. Remélem, hogy hasznosnak találtátok. Hogyha ti próbáltátok már valamelyik szempillaspirált a 3 közül, akkor mindenféleképpen írjátok meg, illetve azt is, hogy ne most mi a kedvenc szempillaspirálatok, mi az, amit mindenféleképpen ajánlatok, hogy próbáljunk ki. Hogyha tetszett ez a videó, akkor ne felejtsétek el lájkolni, illetve iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha még nem tettétek meg. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!